Egy igazi legjobb barátnő kapcsolat az egész életen keresztül tud téged önbizalommal megsegíteni, hiszen egy olyan külső szem, egy olyan bizalomra épülő külső szem, aki mindig a segítségedre lehet, hogyha mondjuk nem tudod, hogy mit kell fölvenni. Azt láttam, hogy ez a két lány, Regina és Dóri is ilyenek egymásnak, miközben két teljesen különböző karakter. Regina egy kis tűzről pattant, kis karakán téltípus. Ugye téltípusnak mit hívunk, amikor valakinek nagyon sötét haja van, ehhez képest nagyon világos bőre van, és egy igazi jó kis jeges, kékes, szürkés szemei voltak Reginek. Mi az, amit ilyenkor figyelembe kell venni, hogy ez a dráma, ez a kontrasztokról szól. Tehát például a legjobban, az egyik legjobban működő szettje egy igazi tűzpiros Ferrari vagy Zsiguli piros, ki hogyan hívja. Elképesztő kis koktél ruha volt, fekete kiegészítőkkel, nagyon-nagyon-nagyon passzolt az egyéniségéhez, és érdekes módon ugye a púder színű szoknyáját, amit nem is az arcához közel raktunk, mert ott nem állt volna jól neki, mert sápasztotta volna, ehelyett egy fekete garbóval és egy igazi dögös mustárszínű műszörme kabáttal pimpeltünk föl, és ebből lett egy nagyon-nagyon vibráló, nagyon jó kis szett, ami neki is nagyon tetszett. Ehhez képest Dóri egy sokkal lágyabb, egy sokkal melegebb színösszeállítású nő, barna hajjal, barnás zöldes szemmel, és egyébként pedig egy alma alkattal, úgyhogy ott mindig nagyon fontos, hogy megosszuk egy picit, hosszában, átlósan elvágjuk az alakot, vagy valamilyen mintával. Találtunk neki egy nagyon-nagyon jó kockás mintázatú, de ilyen vékony vonalakból álló kockás mintázatú miniruhát, amiben dögös volt a lába, hiszen az almáknak mindig vékonyabb a lába, mint a felsőteste. Nagyon szépen nyújtotta az alakját, és még egy miniruhában is nagyon csinos volt, utána pedig találtunk egy elképesztő balonkabátot, ami mindig, minden körülmények között trend marad. Dorinál azért volt jó ez a balonválasztás, mert egy nagyon jó hordható neoprén anyagból volt, ami egyébként nagyon jól tisztán tartható, és ugye ebben a vajas, kicsit szürkés színben nagyon jól passzolt az ő meleg színeihez, egy keki színű muszlim blúz volt alatta, ami a saját szürke nadrágjával nagyon-nagyon jó párosítás volt, a vajszín, a szürkék és a zöldek nagyon szeretik egymást, Dorinak ráadásul zöld is a szeme, Regina pedig az ő kis teltebb homokóra alakjában nagyon-nagyon szépen mutatott, vel szűkített derék hangsúlyos piros koktélruhában. Regina alakjáról pedig azt lehet elmondani, hogy ő egy alacsony lány, tehát nagyon kell vigyázni arra például, hogy hogyan állítja össze a színkombinációit. Ezért is jó, hogyha gyakorlatilag egybe ruhákat hord, mint például a piros koktélruha. Egyébként pedig ugye a mellbőség, derékbőség, csípőbőség arányára kell figyelni, ez egyberuhákkal, vagy pedig szűkített derékhangsúlyos tucokkal remekül elérhető.